Sziasztok! Taman 20 vagyok. Ez pedig egy bemutató a Stunts Paradicsom nevű honlapomról. Ezt a honlapot azért hoztam létre, hogy népszerűsítsem Magyarországon továbbra is a Stuntsot. Minél tovább népszerűsítsem a játékot. Összegyűjtöttem mindent a játékról, igazán részletesen. 16 honlapból áll. Amit most láttok, ez a főoldal. A honlap igazán responsív, tehát erre nem lehet panasz. A honlap szigorúan a Stunts stílusozását használja, és a Stunts egér kurzora van rajta, amit rámentek a honlapra. A főoldal után tartalmaz egy bevezetőt, és egy menürendszert itt fent, aminek segítségével lehet navigálni. Ez egy bootstrap navbar. Az egész honlapon, ami van. A bevezető bevezet magába a játékba. Elárulja, hogy mi az a Stunts. Egy igazán speciális versenyautós játék a Stunts. Mutatványokat kell benne végrehajtani, és akadályokat kikerülni. Talán ezért is az a neve. Ez a Test Drive-tól igazán eltér. Egyéni pályákat lehet benne építeni. Meg könnyen lehet modolni. Úgyhogy visszafejtették, úgy már főleg. Bizonyos részét a forráskódnak visszafejtették. Ez egy freeware játék. Na de következzenek a trükkök. Összegyűjtöttem nem egy, nem két, hanem igen sok trükköt a játékkal kapcsolatban, ami megmutatja, hogyan is lehet gyorsabban vezetni bizonyos versenypályákon. A honlap nagy részén a Zack Stunts vagy Zack Stunts 260. versenypályáját alkalmaztam. A Dual Way Switchingnél, vagy szakaszváltás két irány között, itt az ECT 202-t használtam, ami egy saját pálya. Ez viszont nem saját pálya az ECT 260 itt, de igen jó trükköket lehet találni, ami képes felgyorsítani a vezetést. Ahol könnyű összetörni a kocsit, ott egy figyelmeztetés is van alul, hogy az autó összetörhet, ha nem jól vitelezzük ki ezt a trükköt. Mondjuk rossz kivitelezésnél összetörhet igen durván a kocsi, és akkor kezdhetjük előről a versenyt. A következő lap a hibákkal kapcsolatos leírásokat tartalmazza, mint turbósebességfokozat, felrepülés az égbe. Ennek külön dedikáltam egy honlapot is, mert annyira jó, hogy beleraktam egy zenerészletet. Republic Szállj el kismadár című zenéje. Stunts 1.1-ben való kifagyás, glitch. Ez egy videó, ami némítva van. Azért nem GIF, a többivel ellentétben, mert mindenféle GIF konverter az állóképpontokat eltávolítja. Úgyhogy a 10 perces fagyás csak úgy sikerült demonstrálni a honlapon, hogy videót teszek bele. Hibás Roland MT32 hangkártya eszközillesztő a Stunts 1.1 verziójánál. Nem megfelelő büntetési idő, ha egy kicsi kanyar van a pálya végénél, a célzászlónál. Pedig az nem is szabálytalan, tehát nem járna az a büntetés. Néha ütközéskor nem felrobbanó autó, motorhang eltűnés, balra kanyarodásnál jobb tapadás, ez a left corner bias, Stunts 1.1-nél ugye. Az Amiga verzióban, ami 4D Sports Driving 1.2,
fidget spinnerré tud váltni a kocsi, az kicsúszik. Szalalomütközés érzékelés hiba. Lancia Delta HF integrillel, bár ez Lancia téma, belső tér, de akkor is. A DSi ezt rosszul oldotta meg. Tandy grafika, glitch. Stance 1.0-ban fejjel lefelé vezetés, Corvette ZR1 kormányhiba. Ha koccansz az ellenféllel, akkor balra kanyarodásnál ilyen anomália lehet, hogy a kocsi balra húz. Ezt is tartalmazza. Majd leírás a játék verzióiról. Megjelenéseik szerinti kronológiai sorrendben és ezek letöltési linkje. Tartalmazza a splash képernyőket is, hogy megjelenik a játék logója a különböző verziókban. Azt tudni kell, hogy a Stance az amerikai megjelenés, amit a Brother Bund adott ki. A Ford eSports Driving az európai, amit a Mindscape adott ki. És Japánban, FM Towns-ra meg NetsPC 9801-re Ford eDriving néven adták ki a játékot. Az EA Victor akkor viszont már felvásárolta a Distinctive Software Incorporated nevű céget, vagyis a DSi-t, úgyhogy saját nevükön adták ki. EA Victorként. A játék telepítőjében különböző beállításokat lehet találni. Leírás grafikai és hangbeállításokról. Ezt külön kiemelném. Ha nem Tandy rendszeren futtatjátok a játékot, ilyen nagy karakterhalmaz jelenik meg. Az eredeti játék nem így néz ki Tandy módban, hanem sokkal inkább úgy, mint EGA módban. Herkules grafikával 320x200 helyett 320x100 lesz a játék felbontása, tehát az egy picikét kisebb lesz. Meg van egy négyszínű CGA mód. Hangbeállításokat is tartalmaz, ugye? Stance 1.0 telepítőjében még PC Speaker No Digital Effects opció is van, ami a fotón itt található. Ez ugyanaz, mint a sima PC Speaker. Nem tudom, hogy mi volt a jelentősége, de a Stance 1.1 telepítő programjában már nincs benne. A játék telepítő programjának 2.0 a verzió száma. Hallgassátok meg a Stance főcímdalát PC Speakerrel. A jó öreg PC csipoga, ugye? A Stance főcímdal. Ismétlésre lett beállítva az audio tag. HTML audio tagnél. Ez ugyanaz. A Tandy Sound ez egy ilyen PC Speaker remixnek fogható fel. Majd Adlib Sound Blaster. Ez a két beállítási lehetőség ugyanolyan hangzást biztosít a játéknak. Gondolom, hogy a játék főcímdalát mindenki így ismeri. Ugyanis általában így játszanak a játékkal.
Most szeretnék kiemelni valamit. Stunts 1.0, Roland MT32 emuláció, menüzene kontra Stunts 1.1-ben ugyanez. Hallgassátok a különbségeket, az elejét figyeljétek. A Stunts 1.0-ban teljesen jól szól, de az 1.1-ben már van valami változtatás. Amúgy is a játék 1.1 verziójában hibás a Roland MT32 eszközillesztő, nem tudni, hogy mi ok. Folytán, hogy miért. Majd merev lemezre való telepítés lehetősége. Floppy lemezről ugye? Ma már nincs jelentősége. De azért megmutatjuk azt is, hogy milyen, amikor ezt az opciót használjuk. Alapvetően akkoriban az A meghajtó volt a hajlékony lemez meghajtó, vagyis a floppy. Úgyhogy arról lehetett merev lemezre telepíteni. Majd végén a kilépés. A játék logóját az összes aloldal tartalmazza. Majd leírás a modokról, mint például Stunts erőforrás szerkesztő, Bliss pálya szerkesztő, Simple Garage autókicserélő, ami céli felületű, böngészővel működő, lokálhoz 80-23 portot felhasználó Stunts kartográfi képgenerátor a pályákról, Stunts betűtípus szerkesztő, amivel készült a magyarítás, Carworks autómódosító, Dashman belső térmódosító, Java alapú, Stunts RPL file információ, Stunts grafikus autó kicserélő, egyéni autók, általam készített magyarítás és autóhangcsomag. Ezeket modokat tartalmazza. Olyan letöltések, melyek egyik kategóriába se illenek bele. Zeneletöltések például, vagy DOSBox ECE, DOSBox emulátor, Neko Project 2, ami egy NetSpace 9801 emulátor, UNS, ami FM Towns-t emulál, FS UAE, ami Amigát emulál. Leírások a pályákról. Alapból 6 pályát tartalmaz a Stunts 1.1. Az 1.0 csak a default.trk-t tartalmazza. Ez a pálya azért van az első helyen, default.trk, mert ez az alappálya. Ez Herotto parc pályája. Ezt sokan nem tudták régebben. Most már remélem, hogy meg fogják tudni. Queenin Bernie Rubber is kapott pályát, Sherry Chassis is, Helen Wills is, neki egy igen hosszú pályája van, Smoking Joe Stalin, Skid Vicious, meg egy rejtett pálya a Stunts 1.1 B-floppy lemezén levő default.rpl file-ban lett elrejtve. Az FM Towns-ban meg még Tournament mód pályák is vannak, egy kicsit módosítva lettek az alappályák. Majd leírás szépen a játék 6 ellenfeléről, úgy, ahogy azt kell. Jellemezve lett az összes 11 alapvető jármű, amit a játékban meg lehet találni. Az egyéni autók itt nincsenek felsorakoztatva. Egy hogyan kell játszani tutoriál. Ez a DOSBox-szal, DOSBox ECE verziójával bemutatott. Ford Esports Driving 1991. február 25-i kiadás lett felhasználva a hogyan kell játszani tutoriál elkészítésénél. Itt minden részletesen le van írva.
ez egy kis bevezetés a játékba. Még több stunt-szal kapcsolatos link. 7 linket szedtem össze, ami még a stunt-szal kapcsolatos. Egyik honlap sem magyar, mindegyiken angol nyelvű leírások vannak, vagy minden egyéb. Meg, stunts versenyek. Egy kis köszönetnyilvánítás is a honlapon. Azok számára, akik nélkül nem jöhetett volna ez létre. Hát bizony néhány személy fel van itt sorakoztatva. Egy híradó a stuntsról, kronológiai sorrendben van rendezve minden játékbeli, és nem játékbeli, de a játékkal kapcsolatos történés is. Majd egy lefordított cikk, amit Bonsai Joe küldött be. Zakstuntra 2002. június 11-én. Viszont ez a cikk nekem megtetszett, így úgy döntöttem, lefordítom magyarra és beillesztem a honlapba. Ráadásul ki is van egészítve, ugyanis itt 30 ok van, nem csak 25. Dióhéjban ennyi a stunts paradicsom. Nézzetek fel a honlapra, azt ajánlom. Én taman 20 voltam, sziasztok!